Beiktatták hivatalába a Decián Csolos miniszterelnök független szakértőkből álló kormányát. Klaus Johannis államfő szerint ez a kormány esélyt jelent arra, hogy az ország túltegye magát a jelenlegi bizalmi válságon. A beiktatási ceremónia keretében az államelnök, illetve a házelnökük jelenlétében a Csolos kormány tagjai egyenként letették a hivatali esküt. Klaus Johannes államelnök ünnepi felszólalásában elmondta, Tománia a lehető legsúlyosabb válságot éli át, amelyet bizalmi válságként határozott meg, vagyis az állampolgárok nem bíznak meg a politikai osztályban. Ugyanakkor hangsúlyozta, a demokrácia nem lehet meg politikai pártok nélkül, de nép nélkül sem. Ezért esett átmenetileg a választás a szakértői kormányra. A ez a politikailag független kormány esélyt jelent Romániának, mert addig, amíg ez a független kormány irányítja az országot, a politikai pártok előtt megnyílik az esély, hogy visszaállítsák a választóikkal való kapcsolatot. Johannes arról biztosította a kormánytagokat, hogy benne partnerrel elnek, ugyanakkor azt ígérte, soha nem fogja megmondani a kormánynak, hogy mit és hogyan kell tennie.